oldalról fotózták a rendőrök, de így is látszik, hogy a felismerhetetlenségig összeroncsolódott a személyautó, a szabálytalanul kikanyarodó buszon is jól látszik az ütközés nyoma. 2017-ben a hatos út tolnai elágazójánál történt a halálos baleset. Az autóban hárman utaztak, a sofőr egy fiatal, ismert megyei focista a helyszínen meghalt. Az egyik utasnak pedig maradandó károsodást okozott a baleset. A balesetet egy menetrend szerint közlekedő busz sofőrje okozta, nem állt meg a stopptáblánál, így hajtott ki a főútra. Az ügyben idén májusban született ítélet, a vádlott akkor percekkel az előkészítő ülés kezdése után beismerte a bűnösségét. Részletes bizonyítás nélkül az ügyet első fokon be lehet fejezni, amennyiben ezen bűnösségét elismerő nyilatkozatot itt megteszi a bíróságon. Az ügyész végül felfüggesztett börtönt kért a nyugdíj előtt álló, korábban soha nem balesetező buszsofőrre, a bíró végül ezt is adott neki. A bűnös közúti baleset gondatlanokozásának vétségében a BTK 235 szakasz egybekezdésébe ütköző, a második bekezdés B pont szerint minősülően. Ezért a bíróság a vádlottat 2 év 4 hónap fogházra és 4 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítéli. A bíróság a kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggeszti. Az ügynek viszont itt még nem lett vége. Az eset ugyanis másodfokra került, aminek eredményeként a buszsofőr a májusinál most enyhébb ítéletet kapott. A 2 év 4 hónapos szabadságvesztés helyett csak 2 évre ítélte másodfokon a bíró. Az enyhítésre az adott okot, miszerint a vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, megbánó magatartást tanúsított, idős korú és személyi körülményei is ezt alátámasztották, valamint nagyon nagyfokú és súlyú enyhítő körülmény volt az, hogy amennyiben az elhunyt sértett a biztonsági övét bekötötte volna, úgy bizonyossággal megállapítható volt, hogy a halálos eredmény nem következett volna be. A halálos baleset ítéletének enyhítésénél tehát kulcs szerep jutott annak, hogy az áldozat nem halt volna meg, ha be van kötve a biztonsági öve. Az ítélet jogerős.